A Szociális Egészségügyi Környezet és Fenntarthatósági Bizottság tagjai sem javasolják a mostani formájában tárgyalásra a közgyűlésnek a költségvetés tervezetét. Ők is hiányolják a részletes kidolgozását a dokumentumnak. A kábítószer egyeztető fórum vezetőjével viszont megállapodtak abban, hogy úgynevezett esetmegbeszélések megtartását támogatják majd. Ezeken az alkalmakon pedagógusok bevonásával tájékoztatnák a városban élő szülőket arról, hogy a drogokkal kapcsolatos milyen veszélyek leselkednek a fiatalokra. Szintén téma volt a Vasvári Pál utcai forgalmi rend. Az ott élők közül néhányan ugyanis kérték az önkormányzatot, hogy korlátozzák az autók behajtását. A bizottság tagjai most úgy döntöttek, egyelőre nem hoznak végleges döntést az ügyben, inkább egyeztetnek még a helyiekkel, ők pontosan mit szeretnének. A szociális intézmények térítési díjának módosítását is levették a napi rendi pontok közül a bizottság tagjai. Zaják Rita elnök azt mondta, emelést semmiféleképpen nem akarnak megszavazni, ugyanis például az idősek otthonában olyan emberek élnek, akik nem biztos, hogy elbírják a magasabb költségeket.